Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Március 15-én a hagyományoknak hűen ünnepi pillanatoknak lehettünk tanúi, és azt hiszem, hogy az újságírók számára az egyik legfontosabb nap ez, annál is inkább, mert ebben az esztendőben is átadták a Penna Régia díjat. Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése Sasvári Csilla úrhölgynek Székesfehérvár közösség és kulturális életének bemutatása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Penna Régia díjat adományozott. Ezt meg is mutatom. Kérem szépen. És hát vendégem ki más, mint Sasvári Csilla. Szervusz! Szervusz, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Még mindig meghatott vagyok, kicsit azért elnézést kérek, de azért ez egy nagyon nagy dolog. Nos, hát 25-30 percünk van, hogy a pályádról beszéljünk. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon kevés, hiszen ez napok kellenének. De azért vágjunk bele annál is inkább, mert hogy kevesen tudják, hogy mi végül is a Vasvári Pál gimnázium testen és tagozatán osztálytársak voltunk. Micsoda osztály volt, és micsoda osztályfőnök. És micsoda osztályfőnök, Döbrentei Gyula, ugyebár, és remek sportolók sorozata. No, és mivel te a levezésben jeleskedtél, fantasztikus tehetséggel és remek eredményekkel, egy kicsit beszéljünk először az állatad választott sportágról. Hát ugye a Velencei tópartján nyilván a vízhez vonzódik az emberfia, de egy kicsi lány miként választ sportágat magának? A szüleim mindenképpen azt erőltették, hogy tanuljak zenét, mert hogy az illik ahhoz, hogy egy hölgy hölgyé váljon, hogy zenét, hangszereket tanul, de nekem ez nem ment. És akkor már érezhető volt, hogy jó, elengedik a zenetanulást, hogyha valami mást választok mellette, az iskola mellett, és akkor szerveződött, 1972-t írunk, sose szégyeltem, akkor szerveződött a Velencei Tavi Vízi Sportiskolába az evező szakosztály. Egy nagyon megnyerő edző érkezett Budapestről, aki eljött az iskolába, és népszerűsítette ezt a sportágat. És mivel sokan mentek az osztályból, én is mentem, konkrétan legurultam a partra, mert hogy adottságaim nem voltak a sporthoz, túlsúlyos kislány voltam, de én mondtam az edzőbácsának, hogy Oszkár bácsi, én evezős szeretnék lenni. Ő pedig egy nagyon profi edző volt, és úgy gondolta, hogy ha valaki ennyire szeretné, akkor ő megpróbál és segít. Többen mondták, hogy nem is kéne erőt fektetni bele, hát nem, ő nem lesz versenyző, mert ugye ott az e-sportról volt szó, és 2 év múlva nyertük meg csapatban az első országos bajnokságot, és akkor azért úgy látszott, hogy jó, lehet, hogy testalkatra nem voltam rögtön egy evezős alkat, de az akarat az sokat segített ezen, így aztán maradt is, és hát nagyon bele lehet szeretni. Igen, Kammermeyer Oszkárról beszélgetünk egyébként, és egyre inkább jöttek az eredmények. Ez nyilvánvaló, hogy kettő dolognak, a tehetségnek és a szorgalomnak volt köszönhető. Milyen volt az edzőnek. És az edzőnek. Mit lehetett neki köszönni? Nagyon jó volt az edzésterve, tehát ő nem éves edzésterveket csinált, 7 évre szóló edzésterveket csinált, úgy építette fel a sportolóit, és hát amellett ma csapatépítőnek hívjuk, akkor még nem volt neve, de úgy összetudott bennünket tartani, hogy amikor szabadidő volt is együtt voltunk, pedig kemény volt, tehát ő szigorú volt, hivatalos volt, mindig megtartotta azt a 3 lépést, de mégis olyan tudott lenni, hogy az ember bízott benne, és elhittük, hogy amit ő mond, az jó, és az úgy jó is lesz. Soha nem éreztük azt, hogy meg kellett szakadni az eredményen, mert tényleg úgy volt felépítve, ahogy annak lennie kellett. Egy remek edző lehetett, hiszen a VVS-i abban az időszakban, az ifjúsági korosztályban legalábbis az ország legjobb nevelő egyesülete volt. Ehhez kellett számtalan tehetség, de nyilván kellett az edző is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan áttörés volt a vízisportiskola életében, ami példaértékű, és példát ad a mának is, ha úgy tetszik. És folyamatosan fejlődtetek, tehát minden korosztályban már ott voltatok az élen, és a fiúk, lányok vegyesen természetesen. Aztán ugye a középiskolás időszakban jöttek az ifjúsági bajnoki címek, a felnőtt bajnoki címek, rengeteg nagyszerű eredmény, hiszen a fiúknál Ódor, Südi, és azért a te eredményeid pedig önmagukért beszéltek.
Én elsősorban csapatban, tehát négy párban értem el jobb eredményeket. Az utolsó időszakban volt az, hogy a 80-as olimpiai felkészítő előtt bekerültem az utánpótlás válogatottba, de nyilván egyébként sem hiszem, hogy kijutottam volna az olimpiára, hiszen ez tőlünk csak Odor Lajosnak sikerült, de ott hagytam abba. 8 év után, egyik napról a másikra, egyik nap még 3 edzésem voltam, másnap reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy ennyi. Ez megviselt? Mi volt az oka? Hiszen azért valljuk meg, hogy az élsport rendkívül fegyelmet, alázatot követel, időbeosztást és nagyon-nagyon sok mindent. Így van, bár nem éreztem, hogy elegem volt ebből a burokból, de hát mi burokba éltünk, tehát ezt tudni kell. Míg a család nyaralt, kirándult, addig mi ott voltunk, együtt voltunk, evesztünk, edzettünk, erről szólt az élet. A külvilágról alig tudtunk valamit, ugye a sportálásom is, ha 4 órás is, de mindenképpen ide kötött, ugyanis 18 éves kor után már VVS is nem lehettem, akkor kerültem a Medoszhoz, és az a 2 év már egy kicsit úgy kezdett szétesni a dolog. A csapatból volt, akit felvettek főiskolára, akkor ő elment, pesti csapathoz ment át. Volt, aki babát várt, inkább férhez ment, és egy kicsit valahogy az edző is nyilván már nem Oszkár bácsi volt az edzőnk, tehát egy picit már úgy laposodott a történet, és az ember kezdte úgy érezni, hogy ezt most itt abba kell hagyni. De mondom úgy, hogy egyik nap még megvolt a 3 edzés, és hidd el, furcsa, én se értem. Azt hittem, ezt nem lehet leszokni az ilyesmiről. Úgy nem sportoltam utána semmit. Uh-huh. Évtizedeken keresztül, és valamiért, nem tudom miért, nagyon örülök, és újra megcsinálnám azt a 8 évet, de jó helyen hagytam abba. Ott nekem tényleg abba kellett Értem. Hagyni. Nyilván, és ráadásul egy jó utat választottál, hiszen ehhez kellett azért némi szerencse, hogy a számítástechnika a korai időszakokban a tiéd lett, ha úgy tetszik. Mások voltak a viszonyok nyilvánvaló, de azért az egy nagyon komoly lépcső, hiszen folyamatosan fejlődött a világ, és ennek az volt az alapja. Úgy kerültem egyébként a számítástechnikára, hogy érettségi után a MEDOSZ, mint az Agárdi Mezőgazdasági Kombinált Egyesülete felajánlotta, hogy ugye 4 órás állás, 2 helyre tudnak elhelyezni, az egyik a műszaki rajzolók, a másik a számítástechnika. Hát a műszaki rajzoláshoz tudtam, hogy nekem ott türelmem, szöszmötölésem az úgysem menne, menjek számítástechnikára, fogalmam se volt, hogy mi az. Tehát nem én választottam, gyakorlatilag ő választott engem. És hát szerencsére ott is volt fejlődési lehetőség. Ha nem is tudtam olyan gyorsan fejlődni, mint maga a technika, ami, hát most gondolj bele, nem tudom, kinek meséljem el, hogy amit most csinál egy laptop, azt egy fél tornatermi rendszerben működtettük. De igen, akkor oda kerültem, de nem volt ez olyan hosszú életű, mert amikor kisbabát szültem utána, nem tudtam visszamenni, mert ez egy 2 műszakos munka volt. Viszont jött egy legendás időszak. Én azt gondolom, hogy Wagner Péter személye ma is legenda övezi, annál is inkább, mert ő meg tudott valósítani valamit, tehát a semmiből egy új világot épített, ha úgy tetszik. És megkeresett téged is. Beszéljünk egy kicsit a Gárdonyi TV-ről, hiszen ez egy fantasztikus történet. Péternek tulajdonképpen inkább az útjába estem, mert akkor már kint dolgoztam a takarmánygyárba, a híres Agrokompressz takarmánygyárba, ahol a Péter létrehozta ezt a stúdiót, és a stúdió pont azt a szobát kapta, ahol a számítás technikában dolgozók voltak. A fiúk elköltöztek tőlem, meg megkérdezte Péter, hogy érdekel-e a tévézés, maradok-e, vagy megyek tovább a számítástechnikával, és akkor család megbeszélt, hogy mi legyen, hogy legyen. Úgy döntöttünk, hogy jó, akkor felvállalom, és maradtam, és elkezdtünk felkészülni arra, hogy felépítsük a Gárdonyi Televíziót. Csodálatos időszak volt. Ez a rendszerváltás munkával. Időszaka volt, annál is inkább. Igen. Tehát ez egy nagyon fontos esztendők. Igen. És akkor indultak az ilyen helyi tévék. Nyilván a Fehérvár Televízió már működött, a Dunaújváros már működött. Ezeket a helyeket többször felkerestük, hogy tanuljuk, mert ugye tapasztalatunk nem volt, akkor még igazából ilyen iskola se volt, tehát ezt nekünk kellett kitalálni, hogy hogy csináljuk. Építettük az alapoktól, tehát én hordtam a sört a munkásoknak, ahogy épült az épület, és közben készültünk fel rá. És el is indult, és egy mesevilág volt, bár bevallom őszintén, hogy mindig mondtam, hogy engem az a bizonyos fekete luk, amiben most belenézek,
a kamera, mindig zavart, nehéz volt megszokni. De azért láttunk műsorokat, és így visszatekintve lubickoltál ebben a történetben. Szépen beszéltél, szép voltál, és tartalmas műsorokat készítettetek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó időszak lehetett. Igen, végül is szép volt, és tele volt izgalommal, és bizony nagyon fájdalmas volt, amikor egyik pillanatról a másikra vége lett. Tudatos volt részedről, hogy maradsz a szakmában, ha úgy tetszik? Nem. Az újságírásnál? Nem is készültem a szakmára, és akkor sem volt ez tudatos, az élet, ahogy hozta. Ugye az Agrokompressa stúdióját beköltöztette a Kodolányi János főiskola épületébe, ott béreltünk egy helyet, és referenciafilmeket csináltunk, aztán vártuk, hogy majd mi lesz. És aztán itt talált meg a rádió. A nagy szerelem. Fellélegeztél? Ó, az egy csoda volt, és Posedének meg kell köszönnöm, mert ő volt, aki kibérelte ezt a stúdiót velünk együtt, Horváth Miklóssal és velem együtt arra a bizonyos varázslatos hatnapos adásra, ami meghatározta az életem, ami mai napig kitölti az életem, mert akkor jöttem én rá, hogy fú, igen, a rádiózás az igen, azt tudom Ez egy csinálni. Folyamat volt nálad? Míg teljes egészében megszoktad, elsajátítottad, és ráadásul teljesen a magadévá tetted a rádiózást. Hát jött, mindig új kihívások voltak, mindig új dolgokat kellett megoldani, amik mondjuk én szerettem, mindig megijedtem, hogy de hát én ezt hogyan? És akkor, na jó, hát hal vagy, ha nem csinálod meg, akkor vágjunk bele, és akkor csináljuk. És hát élveztem minden munkát, amit kaptam. Ugye a Rockenbauer Lajosnak is sokat köszönhet a rádió, hiszen ő volt az, aki felkarolta ezt a kezdeményezést, és azt mondom, hogy profivá tette. Független attól, hogy kicsi rádió volt, viszont rendkívüli személyiségek dolgoztak ott, és tartalmas műsorok készültek. Bizony, ott már azért nagyon-nagyon komoly munka folyt, bár először még csak váltásban voltunk a város másik rádiójával, de ami óránk volt, az kemény munkával, és hát sok-sok főiskolással töltöttük ki, és nagyon sok főiskolásnak szerintem ez meghatározó volt, hiszen sokan maradtak a szakmában abból az évadból. Igen, hát ne feledjük, hogy a Kodolányi János főiskola akkor volt a magkezdeményben, a szakirányban is, és azóta valóban számtalan olyan neves rádiós van, aki ott tanulta meg a szakma alapjait. Milyen volt a műsorszerkezet? Hiszen ezt azért kérdezem, mert hogy ez 25 éve, 30 éve történt idestova. Ugye 94-ről beszélünk, a műsorszerkezet közszolgálati rádió lévén nyilván sok tartalommal, beleértve a sportot, a közéletet, a kultúrát. Szerencsére a politikát akkor még nem igazán, meg nem volt meghatározó. Híreink voltak természetesen, és hát igyekeztünk szórakoztató műsorokat szolgálni, ami valószínű, hogy működött, mert akkor még az volt a divat, hogy a hallgatók mentek a rádiók után, hát mi mindig tele voltunk hallgatókkal. Kimondhatjuk, hogy ott igazi műhelymunka folyt? Igen, egyértelműen. Aztán jött egy háborús helyzet, és a Fehérvár Rádió. A háborús helyzetről ne beszéljünk, hiszen méltatlan módon ért véget a Vörösmarty Rádió Egy korszaka, viszont jött a Fehérvár Rádió, ami megint meghozta azt a fajta profizmust, amire én azt gondolom, hogy szükség van, ami egyébként máig tart. Nagyon sokat tanultam a Fehérvár Rádióban, és ugye, hogyha kereskedelmi rádióról beszélünk, akkor a kereskedelmi riportokból is igen lehet tanulni. Lehet azt is úgy csinálni, hogy az ember ne essen sablomba, élvezni tudja, kihívásnak tudja. Aztán jött a másik, amikor pályázatokat írtak ki, országos trendeket, és a Fehérvár Rádió megpályázta, és abszolút beszélgetős műsorsorozatokat készítettem, gyakorlatilag egyedül, mert akkor ez a pályázata megtörtént, én elindítottam, felépítettem a műsorok tartalmát, és vettem fel a beszélgetéseket. Ilyen 26 perces folyamatos beszéd, ami kereskedelmi rádióban ritka volt, de mégis eladható volt. De népszerű lettél, a visszajelzések is ezt mondják. Ez tulajdonképpen egy olyan nyugodt időszak volt, hogy lehetett építkezni. Viszont minden jónak vége szakad egyszer, bármennyire is közhely, ez így van, és így történt itt is. Nagyon megviselt, hogy a Fehérvár Rádiónál véget ért a munkád?
Nem értettem, hogy holott mi történt. Rengeteg elismerés övezte a pályafutásodat. A Vörösmarty Rádió elvesztés akkoriban jobban fájt, de Fehérvár Rádió esetében sem igazán értettem, hogy mi történt, de nem tudtam, nem volt időm azzal foglalkozni, hogy keseregjek a múlton. Egyedül álló anyuka voltam, egy lakást kellett fenntartanom, egy gyermeket kellett fenntartanom, nem volt időm siránkozni, előre kellett nézni, és tudtam, hogy most válogatási lehetőség nincs, hiszen itt 2008-at írunk, amikor a válság indult, ha emlékszel arra az időszakra. Igen. Tehát tudtam, hogy itt válogatási lehetőség nincs, amit felajánlanak, el kell fogadnom, és egy akkori vállalkozó Székesfehérváron egy újságot... Ez volt a Szuperinfo, ugye? Nem, ez volt a 8000-re irányító szám, amely a vállalkozóhoz tartozott, és tulajdonképpen mi hoztuk létre. Én voltam az újság szerkesztője, főszerkesztője, és a fél évében még működött végig. Sok kedves kollégát tudtam meggyőzni erre a célra, de hát nem hozott olyan gyorsan bevételeket, és egy vállalkozónak mi a fontos, hát nyilván van a befektetése, mennyire jön be, és aztán az újságban nem szánt több pénzt, de hogy ne kerüljek utcára felajánlott lehetőséget, és motorboltban voltam eladó. És a Szuperinfo, illetve a Fehérvári Hétnap? Aztán jött egy lehetőség, valaki felhívott, hogy Szuperinfo irodavezetőt keres Székesfehérvárra. Egy nagyon kedves ismerősöm hívott fel, hogy ugyan már miért nem pályázom meg, hát nem vagyok én a helyemen, valamit csinálni kéne. Hát az újság is távol áll tőlem, de ugye az is egy kereskedelmi újság volt, hát a kereskedelmi médiában már volt némi tapasztalatom. Elmentem, megírtam a 2 órás tesztet, és így aztán visszakerültem valamelyest a szakma közelébe. Tehát felépültél a csalódásból, mondhatjuk ezt. Muszáj volt, nem szabad megállni. Ez egy túlélő túra volt. Igen. Bizonyos értelemben. Hát közben kemény volt, mert édesanyámat elvesztettem, édesapámat ápolni kellett, tehát unatkozni soha nem unatkoztam akkor is, amikor éppen nem volt munkám, és mindig azt mondtam, hogy valószínű, hogy az 5 év nekem azért volt ilyen, hogy mellettük tudjak lenni. Volt mire támaszkodnod, hiszen a szakmai alázat jellemzett mindig a kérlet, gondolatsorok elmondása, úgyhogy szerintem újjongtál, amikor a Vörösmarty Rádió újra jelentkezett. Hát bizony volt több újságpróbálkozásom még, és a 2 dolgot le tudtam vonni az 5 évből. Nem kell nekem újságot írni, az nagyon nem megy, illetve nem akarok vezető lenni, ne legyek vezető. Vezető mellett segítkező nagyon jó, de vezető ne akarjak lenni. Ezt legalább megtanultam, és aztán jött tényleg egy lehetőség, kaptam egy telefont, hogy újra épül a Vörösmarty Rádió, és hogy volna lehetőség, nem nézem ma meg. Hát elmondani nem tudom, amikor újra megszólaltam, és itt most megint meghatódik az ember, amikor újra megszólalhattam ebben a rádióban. És felépítetted magad ismét, illetve volt mire építkezni, hiszen én azt gondolom, hogy az a veretes szakmai múlt, ami téged jellemzett, és nem csak a sikerekre gondolok, hanem az a fajta műsor struktúra, az a fajta beszélgetés szerkezet, ami a tiéd, az rendkívül vonzó a rádióhallgatóknak is, és ez így van a MÁ-ban is. Mennyit változott egyébként a rádió? Téged mennyire viselt meg, hogy ennyire felgyorsult a világ? Én szerintem ez így jó. Ez így jó. Nyilván szokatlan volt, hogy hozzájött a mikrofonhoz egy keverőpult, meg még 3 monitor, meg még mi egymás, mert ugye én inkább riporter voltam, és nem ültem bent a keverőpult előtt az adásban, most már ezt is, itt már ezt is kellett csinálni. Nem mondom, hogy egyszerű volt megtanulni, de működött, és hát amit mi próbáltunk akkoriban is a Vörösmarty Rádióban, a közszolgálati beszélgetős rádióba belevinni a kereskedelmi rádió lendületét. És mivel a kereskedelmi rádióban 13 éven keresztül vettem fel ezt a lendületet, nekem ez nem volt gond. Ami nekem nagyon fontos volt, hogy pozitívumot sugározni, pozitívummal feltölteni a hallgatókat, kapnak elég negatív dolgot mindenhonnan, legyen, főleg hétvégi műsorvezető voltam, hogy lehessen jókedvük, és azért nyilván valami információt is eljuttassak, és hát nagyon bízom benne, hogy ez valamelyest sikerült. Eszméletlen jó, amikor találkozom valakivel az utcán, és megszólít, és mondja, hogy vasárnap majd ott ül megint a hűtő tetején. Tehát nekem tudom, hogy ott a helyen főzés közben. Keresed, kutatod a mélységeket a beszélgetéseidben? Nem. Én úgy gondolom, hogy
mindig azt mondom, hogy én egy egyszerű ember vagyok, és mint egyszerű embereket képviselek, tehát csak annyira megyek le, amire még én is vevő tudok lenni, és senkit nem terhelek meg vele. Vannak olyan műsorok, amiben egy kicsit az elgondolkodtatásra dolgozunk, például a televízióban a Családőrzők című műsor, de nem feltétlen a mélységeket akarom felkotorni. Tehát ez nyilván szakmai kérdés, hogy miként viszonyulsz a saját műsoraidhoz, de azt megszokhattuk, hogy valóban hallgatottak, és az annak köszönhető, hogy igazak. Tehát itt most nem is a mélységekről beszélek, de hogy választasz témát? Hiszen a témaválasztás az meghatározza a 21. században azt, hogy egy műsor hallgatott vagy sem. Nyilván figyelek, hogy mi az, ami foglalkoztatja az embereket. Hát ugye most beszélünk az egészségünkről. Az nyilván, hogy mindenkinek fontos, és manapság ebben jó is utat adni, mert annyira változik a táplálkozásunk és az egészséghez való hozzáállásunk, hogy persze, hogy foglalkoztatja az embereket. Aztán lehet, hogy az már inkább engem foglalkoztat jobban, és én nagyon bízom benne, hogy rajtam keresztül meg tudom fertőzni a hallgatókat, és a történelem, ezen belül is Székesfehérvár kimeríthetetlen történelme. Nagyon szeretem a témát, és akárhányszor dolgoztam fel nagy történészekkel a város történetét, mindig jött valami plusz. Mindig tudtam meg többet a városról. Tehát ezt a témát például így, de hát nyilván mi azt is figyeljük, hogy mi az, ami még nincs. Az utóbbi időben nagyon sokat dolgoztam azon, hogy összeszedjem, pedig ez nem egy nagy műsorszerkesztés, csak sok-sok telefon, összeszedjem rendszeresen a városi programokat, és rövid interjúkban ott legyenek a hallgatók előtt, ami szerintem nagyon fontos. Óriási szükség van rá, így van, mint ahogy a televíziós szerepvállalásodra is, hiszen mindkét magazin műsorod rendkívül nézett és fontos. Általában azt mondják nekem gyakorta, hogy én szeretek a múltban révedezni, de amikor beszélünk a városrészek titkairól, én azt gondolom, hogy annyi új információval gazdagodik az emberfia, hogy az pótolhatatlan. De ugyanígy fontos a Családőrzők is, mert tetszik, nem tetszik, hiába gyors a világ, meg 21. század, a családnak kulcs szerepe van az életünkben. Ez tudatos volt, hogy ezt a két műsort így csinálod és televíziósan? A Családőrzők ment már a rádióban is, és a Városrészek titkaira is ezt tudom mondani, hogy a rádióban kezdtem el csinálni, csak amikor szó volt róla, hogy dolgozzunk össze, és segítsünk be a tévé felé is, akkor tulajdonképpen én több ötletet adtam át, és a vezetőség ezt a kettőt választotta, szerintem teljesen jól, két abszolút nem egyforma műsor, de azért azt el kell mondanom, hogy ezek a műsorok, hogy ilyenek lesznek, nagyon-nagyon attól függenek, hogy milyenek a riportalanyok, és nekem kiváló riportalanyaim vannak. Tehát Váci Márkra, amikor rátaláltam rádiósként, és Csutini Erzsikének még mindig hálás vagyok, mert ő hívta fel a figyelmemet Márkra, akkor, amikor még őt nem is nagyon ismertük a városba, hát olyan agya van, szenzációs, és annyira boldog vagyok, hogy én rajtam keresztül tudja átadni ezt a sok tudást a város lakóinak. És a Családőrzőknél is nagyon fontos, tehát ott is, ha csak a Fekete Cseri Zsuzsit emelem ki, aki a gyerekekkel kapcsolatban csodákat tud, és ami nagyon jó benne, hogy elhivatott arra, hogy ő ezt el is mondja. De a rádióban is egyébként, tehát a Suprisznyi Tóth Máriát kéne hagyjam, betegesen ontja a tudását az emberekre, hogy segíteni tudjon. Tehát csodálatos emberekre akadtam össze. Volt, hogy valaki mondta is, hogy könnyű neked jó műsort csinálni, mert jók a riportalanyaid, de hát kérem szépen meg kell őket találni, meg kell őket tartani, az érdeklődésüket a műsorok iránt fel kell tartani, azért ez is feladat. Bizony, és komoly feladat. És teljes embert igényel, azt hiszem, hogy itt nem lehet hiány ebben. No, megérkezünk ehhez az ünnephez. Azt már a műsor elején mondtam, hogy meg annyi elismerésben részesültél, és mind jogos volt. Ez azonban egy kicsit más. Miként vetted az értesítést? Nagyon meglepődtem, de bevallom őszintén, hogy először úgy voltam, amikor először hallottam róla, hogy ez még nem hivatalos, még bármi történhet,
nem ez a dolgom, nekem már nem kell dolgozni, ettől még ott vannak a beszélgetések, várnak, megnézzük meg a stúdiófoglalást, hú, ezt csináljuk, amaz csináljuk, és amikor a főnököm délután mondta, hogy hallja, hogy hallottam, hogy mi a helyzet, de ja, hát nem tudom. Aztán persze miután hivatalossá vált az ember, el is gondolkodik, meg is lepődik, meg is hatódik, elkezd visszagondolni az életre és a pályára, és elkezd visszagondolni arra, hogy te jó ég, hát most én igaz, hogy a Velencei tóra járok haza aludni, de hát ez a város az én városom, és ha ez a város engem így megtisztel, akkor azt mondom, hogy jó várost választottam. Beszámoltunk természetesen a díjátadóról, meghatottál. Igen, mert az az igazság, hogy ennyi idősen, nem tudom te, hogy vagy vele, az ember meg könnyen meg is hatódik, ennél sokkal kisebb dolgokon is. Na de hát ez hatalmas volt, tehát hogy ne hatottam volna meg. Meghatottam a díjtól, és meghatottam tőletek, kollégáktól, hogy mennyien voltatok ott, és láttam az arcokon, hogy velem vannak. Szenzációs érzés volt. Nos, nekünk pedig az a jó érzés, hogy hallhatunk a rádióban, láthatunk a Fehérvár televízióban, és ez nagyon fontos nekünk. Mit kívánjak? Egészséget. Talán nekünk már az a legfontosabb. A többit meg majd mi megoldjuk. Helyes, így gondolom én is. Csilla, köszönöm szépen, és még egyszer minden rádióhallgató, minden székesfehérvári nevében gratulálok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, Sasvári Csilla volt a Fehérvári Beszélgetések vendége, az idei Penna Régia díjas újságíró, a Vörösmarty Rádió és a Fehérvár Televízió nagyszerű műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.